Megnyitott a kapuit Székesfehérváron a Királyok és Szentek az Árpádok kora című kiállítás. A tárlat több mint 10 ország közel 700 Árpád kori kincsét mutatja be egy helyen a Szent István Király Múzeum megújult épületében. A több mint 5 milliárd forint kormányzati forrásnak köszönhetően 1800 négyzetméteren 17 teremben a legmodernebb múzeumi körülmények között rendezhető kiállítás. A felbecsülhetetlen értékű leletanyagot bemutató tárlat az Árpádház program keretében a Szent István Király Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyarság Kutató Intézet közös szervezésében valósult meg. A középkor uralkodói dinasztiái között kivételes helyet foglal el az Árpádház, hiszen ez a család adta a legtöbb szentet a keresztény világnak. Ez volt az a korszak, amelynek évszázadai egyértelműen a nemzet történelmi fővárosához, Székesfehérvárhoz köthetőek. Fehérvár a királyság fő székvárosaként funkcionált, és a 11. századi külföldi források is úgy tekintettek a településre, mint amelyhez a legfontosabb állami események, a királykoronázás, temetések, országgyűlések kapcsolódtak. A kiállítás június 15-éig látogatható. Megmentettünk egy ikonikus fehérvári belvárosi épületet, a volt ciszterendházat, és igen, ötvöztük a régit és az újat, hiszen a fogadótér az egy fekete-fehér, tiszta üveg és acél épület. Másrészt meg tudtuk nyitni ezt a kiállítást itt ebben az újjáépült múzeumi épületben, amely bemutatja az Árpádok művét, az árpádházi királyok művét, azt a 400 évet, amelyben Magyarország és benne Székesfehérvár egy európai szintű és jelentőségű ország és város volt. Második alkalommal rendezik a hétvégén Gárdonyban a nemzetiségi alumni találkozót a kormány támogatásával. 110 német, szlovák, szerb, horvát, román végzős diák, hallgató érkezett pénteken a Velencei tó partjára. Az első este a Mohácsi Pokláde zenekar szórakoztatta a közönséget. 2011 óta ösztöndíjjal támogatja a kormány a legjobb tanulmányi eredményekkel rendelkező nemzetiségi diákok továbbtanulását. Először 2021 nyarán szerveztek kétnapos alumni találkozót. A hétvégén nemzetiségi művészek pódiumbeszélgetését hallgathatják meg a diákok, koncerteken szórakozhatnak, ismerkedhetnek, és a sportolási lehetőség is adott a fiatalok számára. Most, amikor egy tényleg szörnyűséges időszakban vagyunk benne, egy olyan háború kellős közepén, amikor tulajdonképp testvérnépek ugrottak egymásnak, és feszültek egymásnak, és pusztítják egymást, akkor még inkább fölértékelődik a kisebb nemzeteknek az együttműködése, és nekünk ez a feladatunk, felelősségünk, hogy azokat a fiatalokat, akiket különböző iskolákban, horvát, szerb, német, szlovák, román, vagy bármilyen más nemzetiségéhez tartozó iskolában nevelünk itt Magyarországon, ők szeressék és tiszteljék azt a nemzetet, ahol élnek. Halász Gedeonról készített emléktáblát avattak fel csütörtök délután a róla elnevezett élményközpontban Kápolnásnyéken. Halász Gedeon és családjának élete szorosan összefügg Kápolnásnyék történetével. A településen felépített halászkastély is az ő munkásságát dicséri, hiszen a mai formáját Gedeon által nyerte el. Később pedig itt élt az egész família 1945-ig. Raffai Dávid Halász Gedeont ábrázoló domborművét El Simon László miniszteri biztos, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója avatta fel. Amikor felújítottuk a halászkastélyt, akkor a történeti kertet rekonstruáltuk, annak egy részét, és közben ideépült ez az eseményközpont, ami nagyon sok szép kulturális rendezvénynek a helyszíne. Értelemszerű volt, hogy az egész központunkat, a Kárpát-medencei művészeti népfőiskola központját, illetve a Velencei Tömi Kisterséget alapítványnak a működtetésében dolgozó halászkastélyt végülis a tulajdonosról nevezzük el, így lett ez Halász Gedeon központ, és megkértük Raffai Dávid kiváló szobrászművészt, hogy készítsen nekünk egy domborművet Halász Gedeonról. Ünnep a hegyen címmel a Szent István Művelődési Ház adott otthont annak a zenés irodalmi estnek, amelynek keretében Csóri Sándorra emlékeztek. A Kossuth és József Attila díjas költő életművéből versben és prózában Ballér Bianca és Varga Gabriella, a Vörösmarty Színház színművészei, míg a népi kultúrához is közel álló legendát megidézve Berki Lilla és Varró János dalai szólaltak meg a találkozón. Bakonyi István a Csóri Sándor társaság elnöke köszöntőjében kiemelte a Csóri életmű sokszínűségét, amely a mának is irányt mutat. Igyekszünk ezeken az esteken valami olyat letenni az asztalra, ami
hát éppenséggel ezeket az érintkezési pontokat is felmutatja. Annál is inkább, mert végül is ma azt hiszem viszonylag kevesebb szó esik ezekről a törvényszerűségekről, ezekről az érintkezési pontokról. Nem feledvén persze, hogy elsősorban a költői életmű a számunkra legfontosabb, de ez a mai este is azt igazolja, azt hiszem, hogy ezek a különböző művészeti területek nagyon szépen megférnek egymással. Életének 68. esztendejében elhunyt Pócos Tibor Penna Régia díjas operatőr, a helyi televíziózás ikonikus székesfehérvári alakja. Munkásságát a Videótonban kezdte, hogy aztán a Fehérvár Televízió megalapításától először külsős munkatársként, majd főállású operatőrként jusson el arra a szintre, amelyet aztán nyugdíjba vonulásáig számtalan hiteles híranyag, film őriz ma is. Póci, ahogy kollégái és barátai szólították, jókedélyű, igazi közösségi ember volt, akitől a pályakezdő fiatalok nem csak a képalkotás tudományát sajátíthatták el, de azt az emberséget is, amely pályafutásának minden pillanatában a sajátja volt, amely a hétköznapokat is ünneppé tudta tenni napról napra. 2009-ben munkásságát az önkormányzat Penna Régia díjjal ismerte el. Nyugdíjas éveiben is megmaradt örökmozgó, tevékeny, szerethető, csupa nagybetűs embernek, aki megküzdött betegségével, amely végül legyőzte. Fájó szívvel búcsúzunk egy legendától. Temetése március 28-án hétfőn 13 órakor a Pákozdi temetőben lesz. Emlékét megőrizzük.